Egy szombati nap, amikor látszatra ugyanúgy tanítás van a zombai általános iskolában, mint bármelyik hétköznapon, de csak látszatra. Az osztálytermekben minden kis előadás, minden kísérlet az egészséges életmód megismertetésére, elsajátítása jegyében zajlik. Olykor a szaktanárok is mellékszereplők. Felkért külső szakembereké a főszerep, akik igyekeznek felcsigázni a gyerekek érdeklődését az úgynevezett egészségnapon, nem szokványos témák bemutatásával, az ő bevonásukkal. A Bonyhádi Egészségfejlesztő Intézettől vannak itt 4 előadó, és hát korosztálynak megfelelő előadásokat és foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek. Mivel ez egy szombati nap, itt nem szerettünk volna már tanítani, ezért a gyerekek azt gondolják, hogy nem tanulnak, de úgy tanulnak, hogy közben előadásokat hallgatnak és foglalkozásokon vesznek részt. Az egyik teremben éppen a gyerekek körében népszerű puzzle kirakás zajlott. Ha összeáll a kép, a foglalkozás vezető szakember szerint a gyerekek stílszerűen szólva képbe kerülnek a mikróbák egyéb kórokozók elleni egyéni védekezési teendőikkel kapcsolatosan. Gyakorlati haszna például az, hogy hogyan lehet a kórokozók ellen védekezni, tehát ezt a mindennapi életben is tudják használni. Hogy kevesebb tűszögökő gyerekkel találkoznak 3 év óra? Így van, vagy pedig, hogy hogyan kell ezt a tűszögést, hogy ne fertőzze meg a másik osztálytársát. Ha kezed fognál. Hova van a jó. Jó. Most mehet a bal kezed. Így. Igen. Nekem is lovagtak. Ebben a témában egy felettébb okos gép a kézmosás alaposságára, vagy éppen elnagyoltságára mutatott rá. A piros jelzés a kézen azt jelentette, hogy ahol nem ért semmit a kézmosás, amit közvetlenül a vizsgálat előtt végeztek el egyébként a tanulók. Ez volt sok esetben sajnos a jellemző, de voltak olyan diákok is, akiket példaként lehetett emlegetni, mutatni, az alig észrevehető piros jelzés a zöld szín abszolút dominálása miatt. Hát a csuklót nem töröltük be. Nekem nagyon rossz. És a kéz hát is ragyogóan szép. 90. Nagyon szép. De egy speciális kézfertőtlenítőszerrel, azt eloszlatva a kezükön tudjuk a gépen megjelentetni a lefertőtlenített kéznek a minőségét. És ezt ugye előtte gyakoroljuk, mik azok a technikák, amire oda kell figyelni, és ez a gép nagyon jó visszajelzést ad arról, hogy az a mindennapi rutin, amit a gyerekek kézmosás során gyakorolnak, hogy ez mennyire megfelelő minőségű, vagy nem megfelelő minőségű. Ugye most így ősszel, télen, amikor mindenféle virális infekciókra számíthatunk, hányás hasmenés formájában, nem sokára ugye az influenza is beindul, nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy hogyan kell a kezünket megmosni, és hogy mikor. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy százalékban visszaszorítaná a fertőzések előfordulási gyakoriságát a helyes kézfertőtlenítési technika. De nyilván azokkal a fertőzésekkel szemben, amelyek cseppfertőzéssel terjednek, ott nem tudok ilyen százalékos arányt elmondani, hiszen ott más védekező stratégiák szükségesek, mint egy tüsszentési etiketre odafigyelni, hogy azt a zsebkendőbe műveljük, de ott is a kéznek a tisztasága, a lefertőtlenített kéz nagyon nagy szerepet játszik a fertőzés visszaszorításában. Sok kezet maszatosra értékelt a gép, vagyis a helyes kézmosást is gyakorolni, beidegzeni kell, tegyük hozzá gyorsan, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. A gép az nagyon, nagyon jól visszajelezte azt, hogy amiről mi úgy hiszük, hogy szuper, az mégsem annyira jó. Ha kimarad a hüvelykúj, vagy mondjuk a kész fejnek, vagy a kész hátnak egy része, akkor az már az nem megfelelő minősítésben adja az értékelést a gép. Legalább 95%-os lefedettséggel kell a bőrünket a kézfertőtlenítőszerrel átjárni, hogy a gép egy megfelelő minősítést adjon. Ezt a gyerekek döntő többsége még nem éri el, de azon vagyunk, és azon dolgozunk, és azért van a mi irodánk, és azért jövünk el iskolákba látogatni, és használjuk ki ezeket a nagyon klassz meghívásokat, hogy ennek a jelentőségére felhívjuk a figyelmet, és hogy gyakoroljuk. A zombai iskolában működő Zöldalma Klub ezen az iskolai szintű egészségnapon is aktív szerepet vállalva a természettudományos szaktanteremben kóstolással egybekötött kiállítást rendezett.
Az egészséges táplálkozás széleskörű, mindenki számára elérhető bemutatása mellett Szűcs Sándorné klubvezető pedagógus az illó olajokkal, azok használatával a párologtatásuknak a lakások levegőjére gyakorolt pozitív hatásaival ismertette meg a diákokat az egészségnap keretében.